Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Elvégeztem az egyetemet, és Kiskunfélegyházi kórházba kerültem belgyógyászati osztályra. Akkor a főnököm az egy pár hónap után kinevezett kórházi dietetikus főorvosnak. És örömmel elvállaltam a felkérést, gondoltam, ez valami megtiszteltetés. Aztán jöttem rá, hogy ez még abban az időben volt, amikor így a aktáink mentek a munkahelyek között mindig az új helyre. És akkor jöttem rá, hogy ugye benne volt, hogy vegetárius vagyok. És megkérdeztem az előző diétás főorvos, hogy mi a dolga egyáltalán az embernek ezzel a poszttal. Mondta, hogy hát semmi más dolgod nincs, és próbálj más csinálni, mert csak rákoppintanak a fejedre. Mint hogy minden délben le kell menni a konyhára, és minden ételt végig kell kóstolni. És akkor megértettem, hogy mi volt a kinevezés célja. Na minden esetre nem sikerült, azóta is vegetárius vagyok, és azt gondolom, hogy az az idő azért is érdekes, mert ez ugye 84-85-ben volt, és ez azért is érdekes, mert akkor tájt én ebben a posztban meg kellett vívjak egy csomó küzdelmet azért, hogy a kórházban a fehér kenyér helyett barna kenyeret lehessen a betegeknek adni. Ez nem volt egyszerű. Le kellett szervezni a sütőiparnál, hogy legyártsák ezt a kenyeret, és leszállítsák. Mindenféle gazdasági szempontok szerint el lehessen vele számolni, és így tovább. És aztán, hát ez így megoldódott, de amikor a betegek kimentek a kórházból, akkor nem tudtak sehol vásárolni a városba barna kenyeret. Úgyhogy akkor az volt a következő lépcső, hogy muszáj voltunk a városi hozzáférést is megszervezni, ahhoz, hogy a kórházban legyen értelme betegnek barna kenyeret adni, hogy ha már hozzászokik, ha már érti, hogy mire jó, akkor legalább utána is lehessen. Na hát, ez csak azért akartam ezt az egészet elmondani, hogy azért a problémák manapság egész másként festenek. Ma nem az a kérdés, hogy barna kenyér kapható-e valahol, hanem hogy jó minőségű vegán étrendet az ember tud-e kapni, hogyha ilyen étrenden szeretne lenni. És hát az Évinek a kezdeményezése, hogy ezt a konyhát talpra állítsa, ez számomra éppen ezért dicséretes és támogatandó, és ezért próbálok én is, amiben lehet segíteni neki, mert azt gondolom, hogy ez egy nemes vállalás, hogy nem csak a vállalkozás oldaláról nézi az életet, hanem hogy próbál a tudásának és a elkötelezettségének a legjobban megfelelni azzal, hogy egy ilyen nemes célt szolgál. Magáról beszéltem. Na, szóval, hogy akkor az lenne a témánk, hogy a vegánság hatásai orvosi szemmel. Ezt az Évi választotta, meg a táplálkozás okozta betegségek, és akkor próbálok ezeknek megfelelni és erről beszélni. Mit mond a növényi étkezés? Úgy hívják egyébként nemzetközi irodalomban a növényi táplálkozás, vagy ezt a vegán táplálkozás. Nem így hívják, hogy vegán, hanem hogy növényi alapú táplálkozás. Plant-based diet, PBD. És ez a növényi alapú táplálkozás, ennek óriási irodalma van most már, szakirodalma. Hogyha az ember fölmegy egy ilyen orvosi adatbázisra, akkor ezrével lehet találni olyan irodalmi adatokat, amelyek azt támasztják alá, hogy nagyon jó ez az étrend sokféle betegség esetén, nagyon kevés hátrányt vagy kockázatot írnak le, és egyszerűen gyógyulnak azok a páciensek, akik ilyen növényi alapú táplálkozásra térnek át. A csere néha nem elég zökkenőmentes, mert például az, aki hosszú időn keresztül rosthiányosan táplálkozott, és hirtelen elkezd növényi
táplálkozást folytatni, az lehet, hogy egy kicsit az emésztőrendszerével nehezen oldja meg ezt a feladatot. Az emésztőrendszer ugyanis elkényelmesedik, és gyengébb. Olyan ez, mint amikor egy nagy súlyt fel akar emelni az ember, és nem tudja felemelni, mert nem elég edzett ahhoz, hogy felemelje. Az emésztőrendszernek is van egy ilyen izomzata, emésztőnedvei funkciója, ami meg kell feleljen az új feladatnak, és a növényi táplálékot azt nehezebb feldolgozni, mint egy állati eredetű táplálékot. És ezért lehet, hogy kezdetben panaszokat okoz. De az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az rossz, hanem csak az edzést, a fokozatosságot kell megtartani. Na tehát, mit mond az irodalom erről a vegaságról? A növények minden szükséges tápanyagot tartalmaznak. Most én nem fogom ezeket részletesen kibontani, mert annyi időnk nincsen, nagyon sok mindenről lehetne beszélni. De például tudjuk azt, hogy fehérjét elegendő mennyiséget tartalmaznak, ugye sokszor ez volt a probléma, ez volt a kifogás, hogy nincsen benne elég aminósav, nincs olyan aminósav, ami esszenciális. Ezt ma már tudjuk, hogy ez nem igaz, minden szükséges aminósav és esszenciális, tehát ilyen nélkülözhetetlen aminósav benne van a növényi anyagokban. Természetesen nem biztos, hogy minden egyetlen növényben, mint ahogy nem is egyféle növényt fogyaszt senki, hanem ezeket kombináljuk, úgynevezett komplettálással vesszük magunkhoz, tehát így a komplettálás révén mindent meg tudunk kapni. Benne van a vas. Ugye ezt is szokták mondani, hogy vas hiányos az, aki nem eszik elég húst és állati terméket. Ez sem igaz. Tudjuk, több tízezer fős vizsgálatokban kiderül, hogy nincsen több vashiányos vérszegénység akkor, hogyha valaki vegetárius. A B12 az egy ilyen, továbbra is egy ilyen vita téma. Erre is vannak pró és kontra nagyon sokféle vizsgálat. Én azt látom a pácienseimen, hogy a B12 az a normál tartománynak az alsó felében van a vegetáriusoknál, és az úgynevezett homocisztein, ami egy érkárosító anyag a szervezetünkben, és a B12, illetve a B6 és a forsav az, ami ennek a mennyiségét tudja csökkenteni, az pedig a normál tartomány felső részén van. Ez nem azt jelenti, hogy ez rossz, ez kóros, vagy itt valami nagy probléma történik. Minden esetre ez egy olyan dolog, amire érdemes odafigyelni. De szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy olyan táplálkozási mód nincsen, amiben semmire nem kell figyelni, mert minden tökéletes. Tehát biztos, hogy a normál magyar általános vegyes táplálkozás mellett sokkal több mindenre kellene odafigyelni, de senki nem figyel oda rá, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy átlagos, normális étrend, és azzal minden fedezve van. A B12 hiányra talán érdemes odafigyelni, azt érdemes esetleg különösen gyanús esetben mérni, és ezt lehet pótolni, és lehet megelőzni mindenféle problémát, ha mégis valami a szintjével probléma lenne. Aztán a szénhidrát mennyiségre is oda kell figyelni, gyereknél ugye például, hiszen a rostokat tartalmazó növényi étrend az kevesebb szénhidrátot tartalmaz, és éppen ezért a gyerek növekedéséhez, vagy az olyanoknál, akik nagyobb energiát igényelnek a napi munkavégzéshez, esetleg ez probléma lehet. D-vitamin szintre. Tehát a D-vitamint azt mindenkinek ellenőrizni kell. Tehát a növényekben alapvetően azt lehet mondani, hogy minden benne van. Nem szenved attól hiányt valaki, hogy nem eszik állati terméket. És ez ma már annyira egyértelmű, hogy nem csak a felnőtt, egészséges és nem különleges helyzetben lévő lakosságnál áll ez a dolog, hanem akár a terheseknél, szoptatóanyáknál, gyerekeknél, időseknél is minden veszély nélkül végezhető vegán étrend.
Növényi étrend egészségesebb, mint a vegyes, az omnivores, vagy predán, és ezt rengeteg vizsgálatban bizonyították, tehát például a daganathajlam, a kardiovaszkuláris megbetegedések, a gyulladás, az emésztőrendszeri betegségek, degeneratív betegségek megelőzése szempontjából lényegesen többet hoz az egészség potenciálunkba, mint egy vegyes étrend. A rostok nélkülözhetetlenek az emésztőrendszer egészsége szempontjából, húsban nincs, növényben viszont van. Tehát a rost ugye az összetevője a táplálékunknak, ami mindig úgy tudtuk, hogy egy ilyen ballaszt, semmire nem használható, nem szívódik fel, nincsen különösebb jelentősége azon túl, hogy a béltartalomnak vagy a szikletnek az állagát biztosítja. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, mert a vastagbélben vannak olyan baktériumok, méghozzá tömegével, amelyeknek az a dolga, hogy ezekből a egyébként semmire nem alkalmas rostokból különböző kis molekula súlyú zsírsavakat készítenek, és ezek a zsírsavak, ezek rendkívül fontosak a bél nyálkahártyájának, sejtjeinek a táplálásához, illetve más baktériumoknak a megfelelő milliójének a kialakításához. Tehát a rostok azok távolról sem csak felesleges ballasztanyagok, amelyek már ballasztként is fontosak, hiszen hogyha nincsen ballaszt, akkor nem tud megfelelő ütemben továbbítódni ez a béltartalom, és ezért a rost az ehhez is fontos. A rost az azért is fontos, mert lassítja például a cukroknak a felszívódását, lassítja, megköt bizonyos anyagokat, kiviszi a szervezetből, és hát rengeteg jó hatása van. Vannak olyan rostok, amelyek megduzzadnak, és a nyálkahártyának egyfajta ilyen bevonó szereként szerepelnek. Tehát a rostoknak sok szerepe van, de ezen túl még ráadásul tápanyag is, mert belőle bennünk lévő baktériumok fontos energiaszolgáltató és tápláló anyagokat gyártanak. A bélflóra a növényi étrend mellett normális, vegyes étrend mellett viszont elromlik. Ugye erre is sok irodalmi hivatkozás van. Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk akkor a legegészségesebb, hogyha a bélflóránk a legjobb összetételű, és ez a legjobb összetétel nem képzelhető el másként, csak növényi étrend mellett. Amikor az ember húst és állati termékeket fogyaszt, akkor ennek a minősége, ennek a bélflóra összetételének a minősége mindenképpen romlik. A növényi étrend csökkenti a széklet pH-ját, csökkenti a daganatok rizikóját. Ugye erről majd fogok néhány diát még vetíteni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos baktériumok az állati termékekre rátelepszenek, és nagyon eltolják a székletnek, illetve a béltartalomnak a pH-ját, tehát a savbázis egyensúlyát, és ez az eltolódás, ez hajlamossá teszi a daganatnak a kialakulására a szervezetet. Igazából ez olyan jelentőségű felfedezésnek vélik, hogy ha csupán ezt szűrnék rendszeresen, akkor ezzel hasonló értékű információkhoz juthatnánk a megbetegedési hajlamot illetően, tehát a daganat képződési hajlamot illetően, mint amilyen az endoszkópos, kolonoszkópos vizsgálattal elérhető. A növényi étrendben számtalan olyan anyag van, ami az állati termékekben nincs. Na hát mire gondolunk itt? Tehát olyanok, mint vízben oldódó vitaminok, ugye állati termékekben szinte nincsen vízben oldódó vitamin, bocsánat. Aztán a többszörösen telítetlen zsírsavak, omega zsírsavak ugye növényi anyagokban sokkal gyakoribbak. Tudom, szokták ugye rögtön válaszolni, hogy a halakban
a legértékesebb, többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavak vannak. Ez sem teljesen igaz, mert a növényi anyagokban is van hasonló értékű zsírsav forrás, csak ezt nem használják meg, nem vizsgálták olyan mértékben, mint a halakat. Az állati termékekben számtalan olyan anyag van, ami káros a szervezetre. Tehát azzal ellentétben, amit az előbb mondtam, hogy a növények gazdagok vitaminszerű anyagokban, vitaminokban és vitaminszerű anyagokban, az állati termékek pedig gazdagok toxinokban, mérgekben, salakanyagokban. Mik ezek? Olyanok, mint koleszterin, purin bázisok, hullamérgek, gyógyszerek, stb. Tehát egy csomó minden, ami az állat húsában felhalmozódik, és ami a szervezetünk számára felesleges. Aztán a hús rendkívül veszélyes kórokozókat tartalmaz, ezt is ma már sok vizsgálatból kiderül. Olyan pontossággal meghatározták ezt, hogy lemérték azt, hogy ha hazaviszi a húst az illető a családjába, akkor rövid időn belül az egész házban felelhetők azok a baktériumok, ami a húsban benne van. És benne van. Tehát ez kizárt, hogy a hús baktériumokat ne tartalmazzon. Olyan baktériumokat tartalmaz ráadásul, ami a mi bélflóránkat rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja. Tehát például klosztridiumokat, klebsziellákat, kólit és így tovább. És ezeket a baktériumokat hiába nagyon tisztán tartja valaki a konyháját, rövid időn belül mindenkinek a bélcsatornájában, a kezén, a villanykapcsolókon, az egész házban mindenfelé meg lehet találni. Tehát ezért számomra teljesen érthető az, hogyha valaki olyan módon képzeli el a vegánságot, hogy nem szeret olyan helyen enni, ahol mindent összefőznek, vagy mindent főznek, csak éppen a vegetáris menüt is elkészítik, mert ugye akkor összekeveredik, és mindenképpen tartalmaz ilyen baktériumokat is az étel. Aztán a húsevés a világ jelenlegi legnagyobb megrontója. Ugye erről most már egyre nyíltabban beszélnek mindenfelé. Tudjuk, hogy rendkívül nagy környezeti kárt okoz a nagyüzemi hústermelés. A vízkészletünknek, az édesvízkészletünknek a legnagyobb elrablója a nagyüzemi állattartás. Nem tudom, hogyha valakinek van ilyen tapasztalata, aki megy egy ilyen disznófarm közelébe, akkor a környezetében a növényzet teljesen elpusztul. Tehát ugye ezt a rengeteg metángázt, amit termelnek az állatok, ez annyira mérgezi az élővilágot a környezetében, hogy nem teszi lehetővé a normális növényi életet sem. És hát ugye lehet erről az interneten már számtalan filmet látni, hogy mennyire tönkreteszi a szennyvizek révén, ugye ilyen hatalmas szennytartályokat létesítenek, ami befolyik a talajvízbe és mindent megfertőz. És hát nem beszélve arról, hogy az az értékes tápanyag, ami a hússal előállhat, annak a tízszerese mennyiségű értékes táplálékot lehet előállítani ugyanakkor a földterületen. Szóval ez egy ilyen átlag, de ennél van lényegesen nagyobb is, valamivel kevesebb is, attól függ, hogy mit termesztenek a földön, de minden esetre a tízszeres az megáll. Ez azt jelenti, hogy tízszer annyi embert lehetne ellátni élelmiszerrel, hogyha vegán vagy vegetárius közeli helyzetet promotálna a világ meg az államok. Na, tovább haladva, ez egy érdekes tanulmány, nagyon régi, több mint 100 éves, és ebből is látszik, hogy nagyon régóta rendelkezésre állnak ezek az adatok. Ugye tudjuk, hogy rengeteg vegetárius sportoló van. Itt például a Djokovicot tettem csak oda, de
Hogyha erre lett volna időm, akkor kigyűjtögethettem volna, tudom, hogy nagyon sokan vannak, azt hiszem még a úszónőnk is vegetáris, vagy vegetáris közeli, hogy hívják a Katinka? Hogy? Igen. Tehát a vegánság az atléták között elég gyakori, és egy nagyon érdekes tanulmány több mint 100 évvel ezelőtt, 1907-ből, tudományos vizsgálat, ahol kb. 40 embert vizsgáltak, és azt találták, és az volt a feladvány, hogy egy súlyt kellett megemelniük, és a hasukra tenni, és vissza. Súlyt fel, hasra tenni, és vissza. Aztán csináltak egy másik vizsgálatot is, az meg a leguggolás és fölemelkedés. És ezt vizsgálták vegán, vagyis húsevő atlétákkal, vegán atlétákkal, és olyan vegánokkal, akik nem sportolnak. Tehát ez a három csoport volt. És azt találták, hogy a legnagyobb teljesítményt például ebben az emelgetésben a húsevő atléták között 22-t értek el. 22-t. A vegán atléta legnagyobb teljesítménye 176 volt. Tehát, és a nem sportoló az meg 200-at tudott. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érdemes sportolni, de minden esetre azt jelenti, hogy a táplálkozásnak a kitartó teljesítményre, tehát a kitartása, ugye ez a megfelelő szó erre, hogy a kitartó tréningre, arra jóval nagyobb képessége van, mint a húsevőnek. És akkor itt lehet találgatni, mi minden az oka annak, hogy... Tehát ugye látszik, hogy ez a 10-20 szint, ugye itt van, tehát több mint a fele, az jóval többet teljesített a vegán atlétáknak, mint a legnagyobb teljesítményű húsevő atléta, vagy sportoló. Úgyhogy ezek az ismeretek elég régóta rendelkezésre állnak ezek szerint, csak nem figyel rá a világ. És akkor ugye kérdés, hogy miért nem figyel rá a világ, majd mindjárt erre visszatérek. Mert itt jól ráhúztam ezt a képet. Ugye a flóránk egészsége rendkívül fontos. A baktériumflóránk egészsége. Tudjuk, hogy körülbelül 1800 féle baktériumunk van, 40 ezer féle alfaj, több kilónyi baktérium, 100 trillió feletti számú baktérium az emberi flórában, és ami még megdöbbentőbb, hogy addig, amíg az embernek most már pontosan tudjuk, hogy 23 ezer génje van, ezt már egész pontosan le is írják, hogy micsoda, a gilisztának van ugye 90 ezer génje, 90 ezer. Hol a különbség? A giliszta háromszor annyi, vagy négyszer annyi gént tart, mint az ember, igaz? Hát ott a különbség, hogy az ember bélflórájában a baktériumok, azok még plusz 5 millió gént adnak. Plusz 5 milliót. Tehát az ember úgy működik, mint egy ilyen szuperorganizmus, hogy vannak a saját génjei, saját sejtjei, és plusz hozzáadódnak a bélben lévő baktériumok génjei, mert azok ugyanúgy termelnek mindenféle enzimeket, meg fehérjéket, jelzőanyagokat, meg mindenfélét, és az ugyanúgy felszívódik a bélből, és bekerül a keringésbe, meg az agyba, meg mindenhol vázimmunrendszerbe, mint a sajátjaink. Szóval nagyon nagy jelentősége van annak, hogy miféle baktériumaink vannak, és azok mit termelnek. Hogyha ez változik, akkor bizony az egészségünk változni fog. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan változik. És mitől függ az, hogy változik? Hát az leginkább a táplálkozásunktól függ. Tehát a növényi alapú táplálkozás, ahogyan mondtam az elején, az biztos, hogy egy jófajta baktérium összetételt produkál. A húst és a tejterméket különösen, meg a tojást,
tartalmazó étrend, az biztos, hogy csökkent értékű egyveleget produkál. És a másik nagy baj ugye, hogy ezeknek a száma, tehát a fajoknak a száma, ha csökken, akkor egyre kevésbé értékes ez a baktériumflóra. És hát ez is jellemző manapság, hogy a rossz táplálkozásunk, a gyógyszerhasználat, antibiotikumok, stb. Miatt egyre inkább csökken a baktériumfajok száma, és ettől a szervezetünknek az ellenálló képessége, a különböző élettani folyamatok, azok egyre rosszabb minőségben folynak, mert a baktériumok nem termelik hozzá azt, amire szükségünk van. Ezek egyébként létrehoznának egy úgynevezett kolonizációs rezisztenciát, akkor erősítik a bél nyálkahártyának az immunrendszerét, immunanyagokat termelnek, és hát ez nagyon fontos ahhoz, hogy egészségben tudjunk maradni. Mondtam ezt a pH dolgot, ugye, aminek az a lényege, hogy 6,5-ös széklet pH alatt kell legyen egészséges helyzetben a székletnek a pH-ja. Ha ennél magasabb, mert rothasztó baktériumok árasztják el az emésztőrendszert, akkor az daganat kialakulására hajlamosít. És ezt nagyon sok vizsgálatban, ilyen tipikusan ilyen afrikai növényevő törzseknek a vizsgálatával bizonyították, hogy ez így van. És ez azt jelenti, hogy 6,5 pH felett igen nagy a kolon daganatnak, vastagbél daganatnak a valószínűsége és a rizikója. 80 000-szer kajálunk egy élet során általában. Ez ilyen átlagos. Különböző kiinduló pontok határozzák meg, hogy mit eszünk és miért eszünk. Ugye vannak a vágyaink, hát ennek nagyon sokféle kiinduló pontja lehet. Van a személyiségünk, amit magunkkal hozunk. Van egyfajta ilyen ősi bekebelezési ösztönünk, hogy magunkévá tegyünk dolgokat. És ezért van, hogy sokan nehezen tudnak boldogulni például a lébőgykúrával, ami egyébként egy rendkívül jó lehetőség arra, hogy a szervezet salaktalanítást éljen meg, és kiválasszon nagyobb mértékben olyan anyagokat, ami a mindennapi élettani működéseit akadályozza. Tudjuk azt is, hogy az étkezés az egy relaxációs lehetőség, sokan erre használják. Ugye, egész nap stressz, hazamegy, és akkor ez a relaxáció, hogy nagy dőzsi-mőzsi. Megszokások szabályozzák, hogy mit eszünk. Hát aztán nem kis mértékben a reklámok. Ugye, tehát a plakátoktól a tévéreklámokig minden. Aztán a kémiai manipulációk. Ugye hallottak bizonyára olyanról, hogy olyan anyagokat tesznek egyes élelmiszerekbe, amitől megnő a vágyunk, hogy azt újra és újra együk. Nyilván csökkenti a vágyat az önkontroll, például a jóga, különböző vallási intelmek, vagy vallási szabályok, amiket az ember magára nézve kötelezőnek tart. Aztán a tudatos életmód, és hogy esetleg más örömöket keres az életben, és nem feltétlenül csak az evés vágyát, ugye? Aztán van a kínálat, tehát ez volt a mi vágyakozásunk, hogy enni akarunk és mit, és aztán van a kínálat, az élelmiszerboltok kínálata. Hát itt nagyon sok minden van, ugye manapság. Gyerekkoromban elmentem egy szatyorral egy héten egyszer a környékbeli kisboltba, és ott egész hétre bevásároltam a családnak. Most az ember elmegy egy ilyen, sok közül egy ilyen szupermarketbe, és akkor el lehet tévedni, meg család együtt megy, akkor figyelni kell, hogy nehogy elveszítsék egymást, mert nem tudni, hogy a másik hova tűnt. Szóval, hogy annyi áru van,
Ami nyilvánvalóan nem létezik, hogy az mind különböző. Ez igazából a csomagolás, a hozzáadott adalékanyagok, az előre megrágott étel és hasonlók, de valójában az étel maga, vagy az élelmiszer maga az azonos vagy hasonló. Hát és ezt ugye azért csinálják, hogy nagyobb legyen a haszon, hogy tartósabb legyen, hosszabb ideig lehessen a polcokon tartani, olcsóbb legyen az ára. A minőség az már nem sokat számít ebbe a dologba, szállíthatóság, vagy hát nagyon kevésféle ételnél van a minőség előrehozva. Azt is tudjuk, hogy napi 1500 új kémiai anyagot termel az élelmiszeriparra, vagy állít be az élelmiszerekbe. Mezőgazdaság, nagyüzemek, gépek, kirabolt föld, génmódosítás, kevesebbféle étel. Tehát ugye tudjuk, hogy fokozatosan csökken azon élelmiszerféleségeknek a száma, amit az ember fogyaszt. Tehát a múlt században a szegény magyar paraszti konyhán is sokkal többféle ételt fogyasztottak, sokkal többféle növényt fogyasztottak, mint manapság. 3-4-5-szörös volt a szorzó. És hát ugye ezek a nemesítések, meg génmódosítások, ezekről nem is beszélve, hogy mennyire károsak lehetnek az ember egészségére. Tehát látszólag óriási a választék, a reklám irányítja meg a csomagolás az ember szemét, de valójában minőségi élelmiszert nagyon keveset lehet ott találni. És hát ugye az élelmiszeriparnak szinte minden ága valami kárt okoz nekünk. Tehát a húsipar, a sütő tésztaipar, az édességipar, a teipar, a malomipar, növényipar, konzervipar, hűtőipar, stb. Ezek egyszerűen másfajta szempont szerint rendezett élelmiszerek, ami a szervezetünk egészségben maradását nem nagyon szolgálja. Aztán az éhség. A létfenntartáshoz ugye rendkívül fontos, elveszti viszont a táplálkozás ugye a méltóságát, ugye nincsenek meg ezek a régi családi ebédek, vacsorák, amire időt fordítottak. Egyébként nem minden népnél, tehát például Olaszországban dolgoztam, ott 12 órakor kiesik az emberek kezéből a toll meg a szerszám, eltűnnek, és valamikor 3-4 óra tájban megjönnek. És addig hazamennek, otthon főznek közösen a családdal, és együtt esznek, még pihennek is egy kicsit, ami nagyon dicséretes. És aztán visszamennek délután dolgozni. Tehát másként osztják be a napi ritmusukat, és ez jót tesz nyilvánvalóan az étkezés. Nincs is annyi elhízott, mint itt nálunk. Prioritás, mérték, mértéktelenség, stresszevés, kapkodás, ösztönevés. Ugye nincs idő semmire, és az evés az egy ilyen mellékes dologgá válik, és nem pedig az életünk fontos részévé. Aztán vannak a gazdasági szempontok, társasági szempontok, szegénykoszt, módoskoszt, menzák, üzemek, éttermek, ugye az ember egészséges dolgot akar, vagy mondjuk egy ilyen vegán, gluténmentes étrendet, mint amit az Évi folytat, akkor egy akármilyen étteremre nem tudunk elmenni, mert nem lehet ilyen ételeket találni. Mindenbe belekutyulnak mindig mindent, tehát hogy egyszerűen nem lehet megbízni abban. Brokkoli krémleves. És mi van benne? Hát persze benne van a tejtermék, benne van a különböző tartósítószeres fűszer, esetleg akár zsiradék, állati zsiradék. Tehát, hogy egyszerűen nem tudja az ember, hogy mit eszik, hogyha bemegy egy étterembe, mert ott nem az a szempont, hogy egészséges legyen, hanem az a szempont, hogy ízre, kinézetre eladhatóvá váljon, és az embereknek ez elég. Aztán a családi szokások, baráti szokások, társasági élet. Hát nyilván ezek a dolgok lassan változnak. Én azért azt látom, hogy az elmúlt évek során Magyarországon is egyre nagyobb az igény a minőségi étkezés lehetőségére, és ennek köszönhető, hogy azért az ilyen fajta
ételszállítás, meg kis éttermek, kis büfék egyre nagyobb számban nyílnak, még ha vidéken most még nehéz is. Hát Budapesten talán egy kicsit már könnyebb hozzájutni, de ott se az első utcasarkon. De biztos, hogy ez azért javulni fog. Tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább felismeri a világ, hogy a növényi alapú táplálkozás az fontos, és egyre több lesz a lehetőség, mert az igény megteremti a szolgáltatást. Hát hogyan reagál a szervezetünk a mostani táplálkozási módokra? Tudjuk, hogy az autoimmun betegségeknek a száma az egyre növekszik. Hát közel 100 féle autoimmun betegség van jelenleg is már, amelyik sokszor halmozódik, tehát nem arról van szó, hogy egyféle autoimmun betegsége van valakinek, hanem egyik után jön a másik, és egyre többféle. És ennek fontos kiváltója, egyik kiváltója a táplálkozás. Aztán van ez az NCGS nevű betegségcsoport, ami gluténérzékenységet jelent, és ez nem a tipikus cöliákia, mert még mindig az egészségügyi intézményeinkben csak a cöliákiát vizsgálják. Ez egy másik fajta betegség, úgy hívják, hogy nem cöliákia típusú gluténérzékenység, és ez is hasonló problémákat okoz, és hozzájárul például autoimmun betegségek vagy daganatok kialakulásához. Aztán a daganatos, kardiológiai, emésztőrendszeri betegségek száma egyre növekszik, 3,2 millió daganat az Európai Unióban. Vírusos, bakteriális megbetegedések száma egyre nő, antibiotikum rezisztencia nő. Tehát az a fajta táplálkozási mód, amit ma azt mondják, hogy ez a kultúrembernek meg a normál hétköznapi életnek a velejárója, ez valahol nem stimmel, mert ez a táplálkozási mód, ez oda vezet, hogy az orvostudomány minden nagy felfedezése ellenére a betegségek száma és típusai egyre növekednek, különösen ezek a fajta betegségek, amelyeknek a gyulladásos állapot az egyik kiinduló pontja. Az élelmiszeripar az ugye úgy, ahogy van, arrogáns, tudatlan, önzés, kapzsiság jellemzi akkor, amikor olyan élelmiszereket gyárt és állít elő, amivel tudatosan kvázi betegséget okoz. Hát egy dicséretes törekvés a pártunk és kormányunk részéről, hogy egy kicsit ebbe kezdett belenyúlni, hát nem feltétlenül mindig a legokosabb módon, de valamit elkezdtek felismerni abból, hogy azok, akik az egészségre ártalmas dolgokat gyártanak, azok legalább valami módon fizessenek egy kicsit többet azért, hogy ezek betegséget okoznak ezek a gyártmányok. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon ezek a fajta termékek nem fognak megélni, mert egy idő után azért az emberiség rá felismeri, hogy nem megfelelő az egészsége szempontjából. És hát tudjuk, hogy ez összefonódik a gyógyszeriparral, annál jobb a gyógyszeriparnak, minél betegebb a élelmiszertől az ember, úgyhogy ez sokszor nagyon, ez nem fantazmagória, hanem ez tényleg így működik sajnos. A natúr termékek az egyetlen olyan ága az iparnak, az élelmiszeriparnak, ami jó irányba viszi a gyártást. Ezek általában kisüzemek, háztáji gazdaságok, háztól házi kereskedelem, bio, tudás, tudatos táplálkozás, ezek előre viszik a dolgokat. Szóval miért is van annyi húsevés, annak ellenére, hogy látjuk, hogy a növényi alapú táplálkozás az jobb, szemben a konvenciókkal bizony igen nehezen lehet haladni, mert hogy ugye van a megszokás, az emberek többsége ezt szokja meg a családban. Az állam az ugye dotálja a vágóhidakat, meg a húsipart, addig, amíg föl nem ismerik felső szinten is, hogy
ez az, ami hát sok bajt okoz természetvédelemben, meg a környezetvédelemben, meg az emberek egészségében. Egyelőre sajnos az dílik, hogy húsipar az kell, és azt meg kell menteni, és azt sok pénzzel támogatni kell, és aztán majd egyre inkább tönkreteszik a környezetünket. Aztán az ismeretek hiánya miatt is nyilván, mert hogy sokan nem tudják, hogy a húsevés az nem feltétlenül kell, akkor a szabad marketing alapján, ahol mindenki azt hirdet, amit akar, ugye nyugodtan lehet, hát néhány évtizeddel ezelőtt még ugye lehetett hirdetni, hogy a dohányzás az milyen sik. Ma már ezt szerencsére megtiltották, de hát azért a dohánygyárak még most is jól élnek. Hát majd valami ilyesmi lesz előbb-utóbb egyszer csak az, hogy a húsevés az nem föltétlen alap szükséglet, és nem kell, hogy azok, akik sok húst esznek, azok elvegyék az erőforrásokat azoktól, akik nem teszik ezt. Társadalmi berendezkedés, ugye az egész társadalom erre van berendezkedve, hogy mindenütt húst lehet kapni, és hát a faizmus, ami meg azt mondja, hogy nekünk jogunk van ahhoz, mi intelligensebbek vagyunk, mint az állatok, és az állatoknak az a dolguk, hogy ők elpusztuljanak, és mi megehessük őket. Tehát ez a fajta alapszemlélet az etikánkban és az erkölcsünkben, ez sajnos meghatározza azt, hogy ez a húsevés ez egy stabil helyzet a világban. Tehát nem jó kérdés az, hogy ha annyira jó dolog lenne a vegetáriusság, akkor miért esznek annyian húst? Hát azért esznek annyian húst, mert még nem tudják a többség, és nem úgy van berendezkedve a világ, a társadalom, hogy a vegán étrend az helyesebb, mint a húsevő étrend. Hát aztán sokféle betegséget okoznak ezek a állati alapú élelmiszerek. Elsősorban gyulladást okoznak, rontják a szervezetünk védekezését. Az állandó gyulladások, amelyeket kivált az állati termék, az kifárasztja, elfárasztja a szervezetet. Krónikus gyulladás alakul ki belőle, csökkent ellenálló képesség, funkciódeficit, tehát egy alulműködő szervezet, vagy különböző rész folyamatai, és kialakulhat belőle a daganat is. Az omnivores táplálkozás révén növekszik a vér viszkozitása, tehát szív-érrendszeri betegségek alapja, romlik az immunválasz, gyakoribbak lesznek a fertőzések, gyakori lesz a táplálék intolerancia, tehát tojás, tej, glutén érzékenység. Ritka táplálékintoleranciák lépnek fel, például hüvelyesekre, mogyorófélékre, kivire, paprikára, fokhagymára, stb. Ugyanis ezek egyik hozza a másikat magával. Hogyha kialakul valamire, egy fehérjére, akkor az hozza magával az, hogy másfajtára is lesz. Aztán pH-változások jönnek létre, krónikus fájdalomszindrómák keletkeznek, lassul a passzázs, a bélrendszerben rothasztó baktériumok telepednek meg, áteresztő lesz a bélfal, ilyen leaky gut szindróma alakul ki, és hát a végén sajnos daganatok is kialakulnak. Arról még szívesen beszélek, hogy mi ez a gyulladás. A gyulladás ugye tűzbehozás, szervezet védekezése valami ellen, és ez egy elég gyakori kiinduló pontja a megbetegedéseinknek. Ez, hogyha jól működik, akkor ez arra szolgál, hogy van valami károsító tényező, például egy rossz fajta táplálék, vagy baktérium, vagy bármi, és akkor ott létrejön egy gyulladás, és ez leküzdi, és aztán megszűnik. De manapság az van, hogy ez nem feltétlenül ér véget, hanem megy tovább, és akkor kimerül a szervezet. Sejtekre, fehérjékre, szabályzóanyagokra alakul ki ez a tűz, és az mindig ott meleg, fájdalmas, duzzadt, tehát gondoljanak egy pattanásra, vagy egy foggyulladásra, vagy valami hasonlóra, annak a jellemző tüneteire. Tehát lehet általános vagy helyi gyógyulás szolgálja először, de hogyha már krónikussá válik, akkor már maga lesz a probléma a gyulladás. Tehát például egy sokizületi gyulladás az már maga a probléma, ugye?
És akkor lehet, hogy az immunrendszer győz, a csatahelye gyógyul, nyom nélkül, vagy kisebb hegszövettel, de az is lehet, hogy elhúzódik ez a gyulladás, és nagyobb kárt okoz maga a gyulladás, mint ami az eredeti károsítás lett volna, aminek neki ment ez a gyulladás. Tehát ez egy védekező reakció, ami jó. Ha elpusztul, sérült sejteket eltávolítja, akkor is jó, de a tartós, az ismétlődő, kimerítő gyulladás, az már nem jó. Az már mindenképpen a daganatképződésnek, gyulladásképződésnek az alapja, a hosszú távú gyulladás, krónikus gyulladás képződése. Tehát nem csak a beteg szövetet, hanem már az egész szervezetet képes károsítani az ilyenfajta gyulladás. Táplálkozás reformnak az algoritmusáról. Ugye ennek nagyon fontos részei, hogy az ember megfigyeli magát, és ismereteket szerez, aztán elkezd valamit megvalósítani, majd további ismereteket szerez, és stabilizálja a diétáját. Tehát az egészséges életünkhöz hozzátartozik egy állandó ismeretfejlesztés és tapasztalatgyűjtés a növényi alapú táplálkozás terén. Ez a növényi alapú táplálkozás, ez sokféle lehet, néha gluténmentes, néha gyümölcsmentes, néha hüvelyesmentes, különböző kombinációkban, de minden esetre az alapja az, hogy növényeket fogyasztunk. Ha valaki nem minden nap és nem mindig növényi alapon táplálkozik, hanem csak mondjuk 40, 50, 60, 70, 80, 90 százalékban, akkor már én azt is növényi alapú táplálkozás folytatónak nevezem, mert valahol el kell indulni, és ahogyan mondtam az elején is, nem feltétlenül az a jó, hogy egyik napra a másikra az ember semmi állati terméket nem fogyaszt, hanem azonnal áttér egy növényi étrendre, és akkor ekkora hordó lesz a hasa, mert nem tudja megfelelően megemészteni azokat az ételeket. Az étrend komfortossá tétele azt jelenti, hogy az ember tanul, tesztel, megfigyeli magát, táplálkozási tanácsadó az orvoshoz fordul, gyakorlatát elmélyít, hát nyilván olyan orvoshoz, aki a vegán étrend irányába fogja terelni, és nem pedig a lebeszéli arról, mint ami sajnos a gyakorlat még manapság. Elmélyíti a tudását, örömmel, élvezettel közelít a teljesen növény alapú étrendhez. Emésztőrendszer folytonos támogatása, kíméletes alaktalanító kúrák, ezek fontosak. Most a megfigyelés, hogy milyen panaszok lépnek fel, milyen például a székletünk. Ugye az lehet normális, és akkor formált, lehet puha, lehet túllágy, lehet hasmenéses, vagy éppen szorulásos. Ennek elég nagy jelentősége van akkor, hogyha az ember a helyes táplálkozást, meg a helyes életmódot akarja kialakítani. Nyilván ehhez már kell tanács. A hasnak a formája, a hasnak a jellegzetességei, a közérzet, a fittség, az alvás. Az alvás nagyon sokszor emésztési probléma miatt zavart. Vagy a legtöbbször. A bőr, a haj állapota, ugye nagyon sokan küzdenek hajhullással, a körömnek, a mindenféléket látnak rajta, és nem tudják, hogy ez miért van. A nyelv, rengeteg változatosság van ott is, hogy milyen lerakódása, milyen benyomatai vannak a fogaktól, milyen domborzata van, és így tovább. A lehelet, vizelet, szexualitás, hát ezek mind befolyásoltak azáltal, hogy mit eszünk. Ezeknek jelentősége van, ha nem tudjuk, mit jelent, akkor jobb, hogyha kérünk tanácsot. Nem muszáj tőlem, lehet mástól is, csak olyan legyen, aki ért hozzá. A tendencia rizikót, veszélyeztetettséget hordozhat magában, ami károsodásoknak az alapja. És az edzettség, a vitaminellátottság, az életmód hibák felmérése, ez mindenképpen alapja annak, hogy kiküszöböljük a problémákat. És a szűrővizsgálat az olyan, ami manapság azt értik alatta, hogy a daganat kialakulását kell megelőzni szűrővizsgálatokkal. Az én véleményem egy kicsit ettől különbözik, az, hogyha azt mérik fel idejében, hogy daganat van-e már,
az számomra már nem szűrővizsgálat. Szűrővizsgálat az ott kezdődik, amikor a daganat ki se alakul. De hát ezek a mai vizsgálatok, ezek csak arról szólnak, hogy jó időben felfedezzük, de igazából, ha felfedeztük és intézkedtünk, tehát például kiveszik azt a csomót, vagy nyálkahártya elváltozást, vagy kiveszik a méhét a hölgynek, akkor azzal úgy gondolják, hogy el van intézve, holott maga a daganat képződési tendencia attól még nem változott meg. És hát különböző preklinikai vizsgálatokkal ezeket lehet időben értékelni. Vannak ilyen egyszerű vizsgálatok, mikroszkópos vizsgálat, hőkamerás vizsgálat, reflexológiai vizsgálatok, amivel jól lehet követni, hogy hol tart a szervezet. És akkor hát lehet vitaminokkal dúsítani a szervezetünk működését, salaktalanítani, mozgásprogramot elkezdeni, önfejlesztést, életfilozófiánkat meg lehet változtatni, és ezek segíthetik azt, hogy valóban megelőzés legyen, és ne pedig korai fölismerése a nagy bajnak. A salaktalanító kúra, ugye, akinek van testsúlyfeleslege és vannak salakanyagai, annak kell salaktalanító kúrákat végeznie időnként, akkor tud egészségben maradni. Ehhez írtunk egy könyvet a lébőtről, és most jelent meg a napokban, hogyha azt esetleg érdekli önöket, akkor majd mindjárt előveszünk egyet, és akkor megmutogatjuk. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, érdeklődésüket, aztán kívánok sok okosodást még az egészséges táplálkozás életmód terén, aztán vásároljanak sokat az Évitől, azért jöttem el, hogy kedvet csináljak és biztassam magukat ebbe az irányba. És ha valakit érdekel a bőtkönyv, akkor azt meg a feleségemnél tudnak venni. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok!